A tavalyihoz képest több mint 80%-ba teljesítettünk, ami októberi hónapig volt még egyelőre értékelve, tehát még az év végéig lehet, hogy még több is lesz, ugyanis elég sok véradó az utóbbi véradási akciókon is részt vett, ugyanis november 27-én Tornyoskevi és Fölsőhegy volt, 24-én Zentán, és most az idén még egyszer itt Zentán, tehát a véradási akcióval fejezzük, és majd meglátjuk, hogy mennyi is lesz a végösszeg.